látható a Zalaegerszeg kezdőcsapata, amelyben komoly meglepetés nincs. Tulajdonképpen Márton Gábor visszatért az alap kezdőcsapatához. Visszakerült az eltiltásából visszatérő Bolla és Bőle a kezdőcsapatban. Bobál Dávid helyett pedig Katanec került be a védelem tengelyébe. Elől pedig ott van Bobál Gergely és Radó András, aki ugye tovább növelheti góljainak a számát. Lássuk a MOL-Fehérvár kezdőcsapatát. Juan Carrió sem túl sok meglepetést tartogatott. Azzal együtt, hogy ugye Juhász és Vinícius elbúcsúzott a múlt héten, Pátkai pedig öt sárga miatt el van tiltva, így a védelem közepén Muszlió és Rusz, a Rus, Adrián, a Balbek pedig ezúttal Hangya, előttük Nikolov és Huri. És Funsó nagyon agilis, megszerzi a labdát, még szabálytalanul sem tudják lerántani. Kettő az egyben mehet a fehérvári támadás. Óriási helyzet, és megszerzi a vezetést a Fehérvár. Armin Hodzsics 10. gólja a bajnokságban. Funsó indul meg, és nem tudja lerántani. Bőle, nincs les, Hodzsics pedig elviszi Demjén mellett, és szépen fejezi be. Igazi, klasszis csatár megoldás. Funsó remek gólpaszt adott. 7. perc. Ugyan oda jön a beadás, és meg tudja csúsztatni Bobál Gergely. Körülbelül 4 méterről fejelhetett Bobál, akire nem nagyon figyeltek, vagy legalábbis nem eléggé. Uri szerzi vissza. Kovács. Kovács iramodik meg, belemegy a cselekben. Remek labda megint. Hodzsics! Kapufa! Kovács szenzációs labdát ad, és remekül tekeri el Hodzsics. Anya megkötötte még a cipőjét, most elfoglalja a helyét az ötösön belül, a hosszú kapufánál, és jöhet az zalaegerszegi szöglet. Ott a fejes, hatalmasat véd Kovács Dániel! Már-már közhely, ha azt mondom, hogy biztosan lesz hosszabbítás az ivószünet miatt. Körülbelül 2 percre számíthatunk, azon kívül nagyon sokat nem állt a játék. Tamás. Összeszedik a túloldalon, ez jó lövés! Azt a mindenit, mekkorát kellett védenie Kovácsnak. A második nagy bravúrja a Fehérvár kapusának. Mitrovics bombázott. Szünet óta nem volt soha annyira nagy hőség, mint amennyire most. Elég hideg július volt, és elég csapadékos június. Megy tovább a játék, futács, és megint egy nagy védés, de még a kipattanót el lehet lőni. Ez most nagyon nagy helyzet volt. Próbáltak szabálytalankodni, hogy többször is próbáltak Urival szemben szabálytalankodni. Uri nem hagyta magát, és inkább indította a futásot, aki nem volt lesen, és nagyot védett Demjén. Bobál is elmondta már, mint Bobál Gergely, hogy egymásra talált a csapat és a szurkolótábor. Nagyon sokat köszönhetnek nekik, és sokat is dolgoztak ezért, mert nem volt ez mindig így. Négó már a beadással, Futácsnak tálalja oda, Futács, és lesen volt Futács. A második lesgóját lövi Futács ezen a mérkőzésen, de így volt. A lába szerintem előrébb volt Futácsnak, még ha nem is sokkal. Hát ő érezhette úgy, hogy lelassult azért a mérkőzés. Több a hiba, kevesebb a koncentráció, több az eladott labda. Négó kapja meg. Futács. Na most Futács nem volt lesen. És megint óriásit véd Demjén. Tegyük hozzá, hogy Radó ellen követik el a legtöbb szabálytalanságot az egész bajnokságban. Ugye a Fehérvár nem tud se följebb, se lejjebb lépni a tabellán. Mindenképpen ez ezüstérmes lesz. Az Zalaegerszeg még visszaesett. Ez egy nagyon jó meglátás. Gól! Azt a mindenségét! Kovács Dániel. Babati megtolja és ráemeli a kezdőkörből. Hihetetlen pontos kivitelezés, szenzációs meglátás, fantasztikus gól. Fölnéz, látja, hogy kint áll Kovács, és tökéletesen íveli oda a labdát. Szegény Kovács megkapta a lehetőséget, és kap egy ilyen gólt. Pedig mekkorákat védett az egész meccsen. Hát ez zseniális. Megint egy kiváló passz Bőle, megtartja még a 16-oson belül, és eléri a vonal előtt. Bőle, egy jó fejes! Ó! Centikkel ment mellé. Remekül érkezik, nagyon távolról Babati.
teljesen tisztán fejelhetett oda, ahova akarta. Biztos, hogy nem oda akarta végül. Kicsit magasan száll a labda, ezért lassan ér oda Négóhoz, ez alatt visszaérnek a védők, és meg is szerzi a labdát. Remekül zárt ki, vagy érkezett ki Katanec. Megint az Alaegerszeg támad. Mitrovic. Mitrovic a 16-oson belül. Ellövi! Kapufa! Radó teszi ki a labdát Mitrovicnak. Mitrovic hangyával szemben, és ellövi a rövid felső felé. Csak centiket tévedett Mitrovic. Mekúcs visszazár vele. Petriák befelé cselez. Négó tisztán a jobb oldalon. Négó megkapja a jobb oldalon. Négó benéz. Nikolic felé a labda. Nikolic! Gól! Ez is érvénytelen. És erről vagyok a legkevésbé meg, de azt hiszem az lesz. Igen, les volt. És közben támad az Alaegerszeg. Radó a 16-oson belül. Radó, Mekvúc várja középen. Radó nem tudja belőni. Mitrovic még. Mitrovic! Óriási védés! Kovács Dánieltől megint. A szezon egyik legjobb 10 perce az Alaegerszegen. Szenzációs lövés Mitrovictól.